Hatalmas károkat okozott a tegnapi vihar az ország déli részén, Pécs környékén és Hódmezővásárhelynél is villámárvizek pusztítottak, volt, ahol mogyoró nagyságú jég esett és viharos szél tarolta le a földeket. Múlt héten egymást érték a rendkívüli esők, országszerte több mint 700-szor vonultak a tűzoltók, csak a hétvégén 166-szor riasztották őket. Szinte ketté hasította a ház tetejét ez a több méteres fa, ami vasárnap este borult rá egy Hódmezővásárhelyi házra. A tűzoltók órákig dolgoztak a helyszínen, egyesével vágták le az ágakat, amiket aztán elszállítottak. Az eső vasárnap kora este hatalmas széllel érkezett meg a Csongrád Csanád vármegyei településre. Az autósok alig láttak bármit a szélvédőkön keresztül, így aki nem állt félre, az csak lépésben tudott haladni. Elkezdett szakadni a jég először, aztán olyan eső, amilyet én még, hát én a 80 év körül vagyok, de én még ilyet életemben nem láttam. Nem sokkal később már tűzoltók vonultak a város irányába, még a 25 kilométerre lévő Szegedről is érkeztek szakemberek azért, hogy segítsenek a helyreállításban. Dolguk pedig volt bőven. Kidőlt fák, megtelt vízzel vezető árkok, folyókká vált járdák, a vihar hatalmas károkat okozott. Volt olyan utca, amit teljesen le kellett zárni, és a házakba is befolyt az esővíz. Senki nem emlékezett hasonlóan erős viharra. Hatalmas nagy eső volt, szakadt minden, egyik járdától a másikig teljesen állt a víz, nem lehetett átkelni az úttesten, sajnos ez jég is volt. Mogyoró nagyságú jégdarabok hevernek az út mentén, de így nézett ki sok udvar és kert is. A vihar hatalmas károkat okozott a gabonában. A saját árpatábláinknak körülbelül 70%-át lefektette ez a orkán erejű szél. Jól ellátottak az állományaink, de bizony többfele látható, különösen az őszi árpa kultúrába, hogy megfeküdtek az állományok, illetve valahol még kalászból is a jég kiverte a szemeket. A jégeső elverte a szőlőt, a megyfákat, a veteményest és sok minden mást is. A károk felbecsülése jelenleg is tart. Szerintem egy 100 000 forintos kár, minimum. De hát majd a biztosítónak szólunk, hogy jöjjenek ki, azt nézzék meg. A katasztrófavédelemhez hétfő reggelig több mint 30 bejelentés érkezett. Az orkán erejű szél miatt ugyanis autókra is rádőltek a fák. Ezeket is szakemberek segítségével tudták csak kiszabadítani. Legtöbb helyen a kidőlt fák okoztak károkat. Volt, ahol az utat zárták el, két helyen a parkolóautókat is megrongálták, illetve több helyen az épületekben is károk keletkeztek. Több mint 6 tűzoltóegység dolgozott a területen, 3 város hivatásos tűzoltói, valamint szintén 3 város önkéntes egységei. De nem csak Csongrád Csanád, hanem Baranya vármegyében is leszakadt az ég. Itt is több települést elöntött az ár, így Beremendet és Magyarszéket is. Nagy Pallon pedig az egész utca úszott, erről a helyiek töltöttek fel videókat a közösségi oldalakra. Kistót falun hétfőn is takarítottak, itt a sár és az iszap okozott károkat, ami a sok esővízzel befolyt a házakba és az önkormányzat épületébe is. Az egész önkormányzatot, a focipályát, a raktárépületünket, a konyhát, a mellékhelyiségeket, a garást is mindent elöntött a víz. Az előrejelzések szerint a térségben csütörtökig most nem kell esőre számítani, a hét vége felé azonban ismét lecsaphatnak a zivatarok.